Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Transport Fever! És a tömegközlekedés istenének hála sikerült végre pozitív irányba ellendíteni a költségvetésem, és ahogy mindenki látja, ki az előző részeket lekövette, újabb vagonokkal, illetve mozdonnyal bővültünk. Ez azért volt nagyon fontos, hogy csökkentsük a menetidőt, valamint, hogy többet fizessenek az emberek, mert minél gyorsabban eljutnak A-ból B-be, annál több lóvé üti majd a tenyerünket. És úristen, mennyi időt bele kellett tölni ezen a nehézségi fokozaton, hogy úgy érezzem, hogy kicsit stabilabb a talpam alatt az az ingoványos, mocsaras talaj, melyre ezeket a sineket lefektettem. Brutálisan sok időt telt el, mert hogyha valaki kicsit szempörös, már láthatja, hogy 1913-ban vagyunk. Így a világháborúk előtt, hát nem olyan rossz dolog kicsit stabilizálni magunkat, természetesen az ilyen free-to-play játékoknak semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen történelmi események voltak ebben az időben. Úgyhogy nyugodtan tudjuk űzni a személyszállításhoz kapcsolódó tevékenységünket, hobbinkat. És eljutottam már arra a szintre is, hogy a települések felfejlődtek olyan méretűre, hogy az állomásokon 80 plusz ember vállalkozzon jobb napokon. A vonatom aktuálisan 88 embert képes elvinni. Amint a településeim tovább nőnek, ezt a vagonszámot természetesen én is tovább fogom növelni. Viszont most az elsődleges dolgom, még mielőtt nagyon-nagyon nagy lenne a fenntartási költség, 602.015%-kal több, mint amennyinek lennie kéne a fenntartási költségem, és a hitelből több mint, felvettem hitelt egyébként, csak úgy tudtam ezt a vonatot megvásárolni. És a hitelt sikerült lefaragnom, hogy most már évente 67.000 dollárt bukok. És úgy gondoltam, hogy ezt a néhány évet rá fogom szánni arra, hogy ezt a hitelt teljesen lenullázzam. Hogy a vonatom tiszta profitot tudjon termelni, és most jön a versenyfutás része. Hogy a vonat fenntartási költségét szembeállítom azzal a hitellel, amit fizetnem kell. 12-13.000 dollárt kell fizetnem évente, hát olyan 13.000, 12.500 az, amit évente fizetnem kell, itt mennyien vannak már, 75-en, az nem olyan rossz. És most szerintem fogom tudni egyet csökkenteni, nem fogom tudni. Na mindegy, pedig azt hiszem, hogy majdnem maximumot vittünk. Igen, a fenntartási költségek eléggé borsosak, de nem fogok egyebet csinálni. Most még, megmaradok a személyszállításnál, mert ha megnézitek, itt már 70-en vannak, 70 pluszan, úgyhogy A játékban, ahogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne példát venni rólam, és hasonló nehézségi fokozaton próbálja a játékot kipróbálni, és megpróbál jobb, nagyobb profitot termelni nálam, az csak abszolút támogatni tudom. Csináljátok, próbáljátok, mérjétek fel a tudásotokat, valamint a szerencséteket, mert azért, hogy két település ilyen távolságban van, és személyszállítást vállalok azzal a rozoga 40 km per órás járművel, ahhoz bátorság kell. Vagy megfelelően botorság. Viszont a települések méretére visszatérve 383-an vannak. 26%-a használja az én személyszállításomat, és olyan 400-450 körül, micsoda új járművet kaptunk, ez mondjuk rohadt drága szerintem. Olyan 400 főnél éri már meg olyan 100 személlyel számolni, akit el tudok vinni A-ból B-be. 383-an voltak, patakban viszont 300 pluszon vagyunk, csak ez a 300, ez körülbelül egy olyan 5-6 éve stagnál 300-ként, ugye nem tudom, hogy miért nem fejlődnek, valószínűleg az úthálózat az, ami annyira nem fejlődik, valamint a személyszállítás, ugyanis hogyha láttátok az előző részt, pataknál kizárólag csak ezt a fő útvonalat használtuk személyszállításra. Én úgy gondoltam, hogy ezt bőven ki tudjuk elégíteni, és hogyha jobban megnézzük, ez a vonalunk profitális. Ennek a vonal profitjának egy részét benyeli az, ami pacsán van, mert megvásároltam egy ilyen villamost, hogy minél gyorsabban tudjuk az embereket kiszállítani. Itt is szeretném kiépíteni a villamos pályát, de majd akkor, amikor már úgy stabilabbak vagyunk. Úgy nem kell minden évben nagyobb összeget fizetni. És 643, oké. Vissza is fizetem. Most már 55.000-et fogok fizetni a következő évben, és nagyon... És 88 embert viszek. Ez remek. És hogyha minimum olyan 20 ember fog várakozni, mint most körülbelül, akkor venni fogok még pluszba kettő kocsit. Csak kettő kocsinak a vásárlása ezekből a kocsikból, ami 11 utast képes elvinni, az 500.000 dollár.
Úgyhogy el kell döntenem, hogy vagy növelem a fenntartási költséget, és növelem a profit lehetőségét, vagy pedig csökkentem a hitelt. De egy idő után növelnem kell a profitot, mert az emberek várakoznak és szeretnék, hogy elvigyem őket A-ból B-be. Itt már 86 ember van, és szerintem még néhány be fog ide pattyogni az állomásra. Hát igen, igen, néhányan talán. Talán. 88-an vannak, amíg maximumot viszünk, addig csak pluszba leszünk. Addig nem lesz baj. 90 néhányan vannak. 348 ezeret kapunk, és az... És a vonat gyorsaságának köszönhetően 1 millióhoz közeli profitot tudunk szerezni évente. Ami azt jelenti, hogy ennek a mozdulónak a fenntartási költsége 609 ezer. 1 milliót, hogyha össze tudunk szedni, akkor évente 400-al tudjuk megnövelni a profitunkat. Hogyha plusz még 2 kocsit fogunk vásárolni ehhez, most 11 vagonunk van, 88 embert tudunk elvinni, és 11 vagonnal tudunk 1 milliót keresni. Hát körülbelül 1 millió 2-t tudunk, egy olyan 100-as, egy olyan 90 ezer körülbelül benne van egy olyan vagonba, plusz, és egy vagonnak a fenntartási költsége azt hiszem olyan 42 ezer körül van, hogy jól sejtem. Egy kocsinak a fenntartási 42 ezer, pontosan. Megvan már a következő is, ami 14 utast viszel, viszont dupla fenntartási költsége van, és 100 km per órát visz. És az a vonat, ami erre megfelelő lenne, az 2,47 millióba kerül. Na most, 100 km per órás vonatot én még nem fogok erre az útvonalra rátelepíteni, ugyanis a településeim, sem pacsa, sem pedig patak, nem állnak készen arra, hogy nagyon-nagyon gyors vonatot pakoljak rá. Viszont ez a 60 km per órás vonat, ez teljes mértékben optimális. Úgyhogy a nehézségi fokozatot figyelembe véve, plusz még azt a rengeteg kölcsönt, amit felvettem, amit újra fel kell vegyek, hogyha bővíteni szeretnék, amiatt a játék nagyon-nagyon belassul, és én több mint egy óra hosszáig vártam dörzsölve a tenyerem, hogy na, mikor fogok keresni annyit, hogy én ebből a helyzetből ki tudjak lábalni. És hogyha elérem majd a 100 főt, szerintem, akik várakozni fognak itt az állomáson, amit látjátok, most nincsenek 88-an, és a vonat, ami jön, ő mondjuk itt van 88. Ez egészen jó. Hopp, és... Még egyet törlesztek. Teljesen le akarom csökkenteni nullára ezt a kis költséget, de mondjuk, hogyha 55 ezeret veszítek decemberben, sőt, 42 ezeret, az már azt mondom, hogy annyira nem probléma. Mert fókuszálnom kell majd a továbbiakban arra, hogy ezt a vonalat tudjam fejleszteni, és mint ahogy láttátok, a következő vonat az abszolút borsos. Az nagyon-nagyon drága. Viszont nézzünk egy kicsit tovább. 2,47 millióba kerül ez a vonat, ez pedig 1,42-be. Fenntartási költsége 4 millió, ennek pedig dupla annyi és 10 km per óra különbség van. Ne kapkodjatok, ne legyetek nagyon hirtelenek, mert lehet, hogy csak minimális időt kell várni a következő, kedvezőbb áru vonatért. És most még nem jöttek be ugye az elektromos mozdonyok, a dízel mozdonyok sem, csak a gőzgépek vannak, amiket meg lehet vásárolni, és én azt az 1,42 milliót fizetek egy vonatért, ezt egészen kedvezőnek tartom. Úristen, mennyien vannak itt? 99-en. És egyébként fejleszt... Ó, a gyönyörű százas, amikor már két sorban vannak az emberek. És szerintem fejleszteni is fogom. A következő profitomat, amit kapok ezért a vonatért, azt már abba fogom fektetni, hogy félmillióért két plusz vagont mögékössek. Ez azért lesz nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert igaz, hogy többet keresek, vagy többet fizetek már a fenntartási költségét, de mi csak 18%-kal, az nem sok. A 25% egy elgondolkodtató határvonal, mert hogyha 25%-kal többet keresek, és 20%-kal kevesebb embert viszek el, mint amennyit a másik vagonnal el tudnám, akkor már lehet, hogy el kell gondolkozni azon, hogy milyen fenntartási költség van. Amúgy egy kis fejben számolás vagy papírmunka mindenféleképpen segít ebbe a helyzetbe, amikor az a kérdés áll fent, hogy fejleszek vagy ne fejleszek. Csak rákattintatok ide, megnézitek, hogy milyen vonatot szeretnétek. Ennek a fenntartási költsége 237 ezer per év. Most 1 millió a profitunk. És hogyha szeretnétek vásárolni ilyen vagonokat, amit nem fogtuk vásárolni, mert
hasonló anyagi helyzetbe, örültök, hogyha egyszerre van 553 ezer. De egyébként 14 utast tudtok elvinni belőle, 92 ezer a fenntartási költség, és megvan az, hogyha vásároltok ebből ugyanannyit, mint a másikból. Igaz, hogy dupla fenntartási költséget fizettek, de sokkal gyorsabban mentek a vonattal. Plusz az embereket, plusz egyszer el tudjátok vinni, az gyakorlatilag az még egyszer 400 ezer dollár. Ami nem mindegy. Hiába fizetek többet, többet is keresek. Úgyhogy gyakorlatilag már a személyszállításnak ezen a fokozaton való elméletét már olyan szinten kiveséztem, hogy már nekem fáj a szám, hogyha erről beszélek. És már nagyon szeretném mutatni nektek valami újat, de amíg nem tudok ugrásszerűen nagy profitot termelni ezen a vonaton, addig nem igazán célszerű egyébként tovább haladni. Úgyhogy gyönyörködök ebbe, hogy 88 embert elviszünk, és még mindig vannak az állomáson, akik szeretnék, hogy ugyanígy cselekedhessenek, mint ez a néhány emberünk. Valamit újra nem elfelejtettem beállítani, de azt most pótolom is. Oké. Ez most, hölgyeim és uraim, egy gyors rész lesz, csak szeretném megmutatni, milyen fejlődés van az útvonalamon, és mindenféleképpen rá fogok egy kicsit dolgozni arra, hogy ez az útvonal egy még magasabb szintre léphessen fel, és szerintem az elkövetkezendő 10 évbe erre sor is kerül. Ugyanis a következő fejlesztési folyamat ennél a résznél az lesz, hogy plusz vagonokkal megtoldom ezt az útvonalat, és plusz embereket fogok elszállítani, amennyiben erre van igény. Hogyha a településem nem nő elég gyorsan, és nem fognak ilyen óriási felhőkarcolók épülni itt az 1900-as, 10-20-as években. Na, 88 ember mennyi maradt? 16? Oké. Okay. Jó. Nos. Akkor fejlesztünk. A mostani részben fejleszteni fogunk. Lesz elég pénzünk, és mire odaérünk, 300 ezrünk még maradt, 300 ezret keresünk, és lesz elég lóvénk, hogy beguruljunk ide a garázsba, és vásároljunk még 2 darab vagont. Egyébként patak nagyon szépen fejlődik, 317. Csináltam néhány utat, amit a játék nagyon szépen összekötött. Hogyha olyat szeretétek, hogy kialakítani egy normális úthálózatot, úgyhogy ne összevisszaság legyen a településbe, akkor csak annyi a feladatotok, hogy fogjátok és ide húztok egy ilyen utat. És a játék így szépen lerombolja az épületet, és nem nektek kell kivizetni azt a rengeteg összeget, mert a játék érzi, hogy hol lenne a logikus összekapcsolódás, de mégsem csinálja meg, mert máshol fejleszt, máshol épít. Oké, akkor szépen lecsökkentem az időt. Hadd pörögjenek ki itt az emberek. Oké. 542 ezrünk van, és január 4-e. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem kell hitelt felvennünk, hogy... Hát, nem biztos, hogy sikerül. Annyit tudok mondani. Lehet, hogy veszek fel egy kis kölcsönt, és a lehető leggyorsabban vissza fogom fizetni, mert 2 vagonnal szeretném bővíteni a járatot. 22 emberrel, ami azt jelenti, hogy 110 utast tudunk elvinni pacsáról patakba. Ami szerintem nagyon-nagyon előnyös lesz. Jó, kicsit rápörgetem, úgyse érünk be 30-a előtt. Na, ekkora mák nem igazán szokott lenni. De örülök neki, és gyorsan veszek is 2 vagont hozzá, és... igen. És az egyes vonalra szépen ráállítom a vonatunkat. És mínusz 25 ezerbe vagyunk. Nem baj, semmi gond. Szerintem ez az utas mennyiség abszolút ki fog minket húzni a mínuszból. És jó, hogy erősebb a vonatunk, mert ennyit még el tud húzni. Ez más. Ja, egyébként a színe más. Látszik, hogy melyik az a vagon, ami nagyon-nagyon megviselt állapotú, és ezek már eléggé szutykosak, eléggé csúnyák, már egy jó pár éve fent vannak a vonalon, úgyhogy lehet majd figyelemmel kísérni, és lehet újítani. Na, kíváncsi vagyok, hogy 110 emberért mennyit fogok kapni, valamint arra, hogy a másik településemen az emberek elmennek el. Hát igen. Ugye, ami várható minden egyes alkalom, hogy eléggé lassan jönnek ide az emberkéim. De erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és meglátjuk, hogy a fejlesztés az milyen
maximális profitot tud nekünk kihozni. Hogyha ezt az összeget, amit kapunk ezért a járatért, meg tudjuk háromszorozni egy évbe, szerintem az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. És utána gondolkozhatunk a fejlesztésen, a gyorsabb vonat, az erősebb vagonok irányába. Viszont kompletten ki kell majd cserélnünk az egész járatunkat, mert nem elég, hogy mozdon cserélünk, ezek a vagonok csak 60 km per órát tűrnek meg. Tehát, hogyha van egy mozdonyotok, ami megy 100 km per órával, a vagonok meg csak 60 km per órát bírnak, akkor gondolhatjátok, hogy mennyi lesz. Na, mennyi lóvét kapunk? Kacsing! 436 ezer! Gyönyörű, csodálatos, egyszerűen fantasztikus! Jó, most nagyon sok ember be fog szállni ismét. És 106. A 410 ezer. Oké. Ez így jó lesz. Hogyha minden évben ezt meg tudjuk ismételni, akkor az nagyon-nagyon jó lesz. És egyébként a játéknak van egy olyan logikai vonala, amit teljes mértékben aláírok és jogosnak tartok. Hogyha beérkezik a vonat az állomásra, és látják az emberek, hogy 80 embernél több nem fér fel a vonatra, akkor az emberek nem hiszem, hogy el fognak menni az állomásra. Egy idő után persze elmennek, mert átmennek vásárolni, meg visszajönnek, hogy akkora lesz a populáció. De hogyha látják, hogy van szolgáltatás, amit igénybe vehetnek, akkor jó, hogy igénybe veszik. Minél nagyobb a település a buszmegállóban, annál több ember lesz, és annál indokoltabb lesz ennek a csodás járműnek a használata, ami 11 ember tud aktuálisan elvinni. Mennyivel gyorsabb, mennyivel nagyobb, mennyivel jobb profitszerzési lehetőség, viszont most még indokolatlan egyébként ezen a településen, megvettem, de valószínűleg el fogom adni, mert inkább vásárolok belőle komolyabb buszokat. Megérkezünk, igen, meg is érkezünk, és nincsen 100 ember, 91 ember van, 3... 419, igen, 400, 426 mondtam, 410. 94 ember, az már sokkal jobb, mint 88. És már pluszba vagyunk. Hogyha meg tudjuk tartani azt, hogy mondjuk minden évben tudunk egy 500 ezeret arra költeni, hogy nullázzuk, csökkentjük a kiadásunkat, az már-már nagyon jó lesz. Valamint ugye az a településnek a fejlesztése, illetve fejlődése az első számú dolog. Minél több ember van, annál több akar utazni. Minél több ember van, annál több vesz igénybe a szolgáltatásunkat, és a személyszállítással annál inkább nagyobb az eső, profitot szerzünk. Valamint minél több az ember, annál nagyobb az igény különböző szolgáltatásokra, mint például az élelmiszerbevitel, a szerszámok, a munkagépek, bármi, akármi. 78 ember, ez nem lesz annyira vastag, mint az előző. 83, 86, gyerünk, 88 fölé menjünk. De csak menjetek felbe. Nem. Ez a standard. 374 ezernél tartunk, 88 ember. Viszont itt már építkezünk, itt van egy 9 főt. Itt 9 ember lakhelye. Nem tudom, hogy hogyan, nem tudtam, hogy hogyan akartam megfogalmazni ezt a mondatot. 9 ember lakhelye épül fel, és jó, mert a játék kihasználja ezeket a pici kis zugokat. Bár jobban örülnék, hogyha ide a két egyes helyet nőne egy nagyobb épület, viszont különböző fajta épületek, különböző méretű telket vesznek igénybe. Ilyen például itt már nem lehet, mert ez a házi 18 embert már ellát. Egyébként nagyon-nagyon hangulatos a játék, hogyha egy kicsit van időtök, és leugratok a nép közé, az emberek közé, és körülnéztek a városban, nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon szeretem. Az előző szériában is szeretem egy kicsit menni a paradicsomos almás pult között. Valamint itt a város utcáin. Milyen érdekes egyébként a fizika, hogy így gyakorlatilag egy hónapnak el kell telni, hogy így elmegye vásárolni. De így lett játszható a játék, úgyhogy nem akarom fikázni, nem akarom bántani, ez így nekem teljes mértékben tökéletes. Nos, a játék, illetve a települések nagyon szépen fejlődnek, mert jönnek kifele a különböző vonalak, amiket mi majd ki tudunk utólag használni. A körutat azt itt megcsináltuk Pacsán is, valamint Pataknál is. És ott elég sok ember várakozik. 75-öt vittünk el. Jó, annyira nem lesz profitáló még az első szakaszba, mert el kell érni egy bizonyos lélekszámot a településeknek. A veszélyes rész. A problémás rész az a játékban, hogy ahogy a vonatunk
használódik el fel, a fenntartási költsége folyamatosan nő és nő. És hogyha a lélekszám nem tud elég nagy iramba nőni, akkor a vonatunk több költséget fog termelni, mint profitot. Úgyhogy nagyon szeretném, hogy a Patak így hirtelen 400 főre felugrana. Pacsa meg vagy 500-ra. Bár mondjuk a 400-nak is fogok örülni most, mert a 4-es még egyetlen egy településnél se lehetett látni. Ugyanis a játékot, amikor elkezdtem, magas falva volt az első, ami 300 plusz lélekszámot számlált. Most már látjátok, 372 főt számlál magas falva. Úgyhogy... nagy gyorsmentés. Úgyhogy most már Pacsa vezeti ezt a vonalat. És Pacsa most már eléggé fejlett ahhoz, hogy mondjuk nagyobb épületek is épüljenek. Ezeket az kis egyeseket nagyon nagyobb bírom, de hát ennyi hely van, nem tudják kihasználni. Úgy látom, hogy utakat nem rombol le a játék. Nekünk van lehetőségünk utakat lerombolni, bár mondjuk az épületek lerombolásával is jár. És új utakat felhúzni egyébként. Ami hosszú távon lehet, hogy kifizetődő, de... Amíg nem járunk ott, hogy brutális profitot tudjunk termelni a személyszállításból, addig nem nagyon célszerű ezeket az utakat rombolgatni. 598 ezernél tartunk, és visszafizetek még egy kis hitelt, és már csak kettő hitelem van? Úristen, ez fantasztikus. Egyébként a következő vonalamnál azt fogom csinálni, megtermelek körülbelül 2 millió dollárt. Ha úgy számolom, ez 5 évenbe kerül. És 1930-ra lehet eljutok addig, mind a mozdonyoknál, hogy kapok egy olyan kedvező ajánlatot, mint például a Class 75.4-es, mert akkor nem kell megvennem az A3x5-öst, hanem elég egy Class 75.4-es megvenni. Igaz, hogy az ereje fele akkora, mint az A3x5-ösnek, de 90 km/h-val ez is tud menni. Csak amíg felgyorsul, addig lesznek problémák, és lehet, hogy bejönnek a dízel vonatok, amik nem olcsók, de egészen gyorsan mennek. Most viszont a hitelemet letörlesztem nullára, hogy ez a kis mínusz, ami minden évben terheli a kasszámat, ez ne legyen zavaró. Megadtam a lehetőséget a vonatomnak, hogy a lehető legtöbb embert szállítsa el, és hogy a lehető legnagyobb profitot sajtoljam ki ezekből az emberekből. És a következő intervallumban az embereket megpróbálom rávenni, hogy használják a vonatomat, hogy éljék meg az utazásnak a fantasztikus élményét, és hogy a lehető legtöbb ember gyűjjön ide az állomásokra, akiket el tudok vinni, és törlesztem a hitelemet, hogy csak a fenntartási költség terheljen engem. Úgyhogy hölgyeim és uraim, itt járunk, itt tartunk, stabilizálódik a vonalunk. Következőnek akkor fogok majd ismét bejelentkezni ezzel a résszel, most lesz egy kis üres játék, mert nem akarom azt mutatni nektek, hogy hogyan megy jobbra-balra, jobbra-balra, jobbra-balra ez a vonal, mert ez így túlságosan sok újat nem ad. Lehet, hogy mondok új dolgokat, de ennél többet szeretnék átadni nektek. Úgyhogy következőnek akkor fogok bejelentkezni, amikor az új vonalam kiépül, amikor nagyobb profitot tudok majd termelni, valamint amikor az első gazdasági vonalat, az élelmiszer ellátást el tudom kezdeni Pacsára. Valamint majd egy idő után Patakra is. És úgy gondoltam, hogy ide egy gazdasági állomást fogok kiépíteni, ahol megvan az első repülőnk. Fantasztikus. Ebben nem fogunk belekezdeni, mert az eléggé sok pénzt felemésztene. Egy-egy reptérnek a lepakolása, mert most már repterünk is lehet, itt van a kicsi reptér, de nagyon nehéz olyan területet találni, ahol 1 millió alá menne egyébként a felépítés ennek a reptérnek. Lehet, hogy egy idő után profitot tudna termelni, de mi most nem ezzel szeretnénk foglalkozni itt a hegyvidéken. Mondtam, hogy szeretném majd összekötni két településnek a hálózatát reptérrel, illetve repülőkkel, de az még egy kicsit odébb van. És most már több mint 100 ember akar menni Pacsáról Patakba. Én ennek csak örülni tudok. És a következő profittal törlesztünk még egy hitelt. Március van, lássuk, hogy már csak 30 ezeret fizetünk minden egyes évben. Ez már kevesebb, mint egy-egy mozdonyunknak a fenntartási költség, hogy lehet, hogy én már nem is fogok több hitelt törleszteni. Majd csak amikor már nagyon-nagyon-nagyon jól állunk.
De, addig is, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy ha nem tetszett, akkor egy erős dislike-ot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy kapjatok azonnali értesítést egy újabb videó megérkezéséről. Én Uno voltam, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!